A Csallóközi Múzeum következő képzőművészeti tárlatát november 9-én csütörtökön 17 órai kezdettel nyitják meg. Az érdeklődők Nagy József képzőművész Családfák című emlékkiállításának ünnepélyes megnyitóján vehetnek részt. A tárlatot Szabó Kinga nyitja meg. A kiállítás december 2-áig lesz látogatható. A Kassai Thália Színház William Shakespeare Szent Ivánéi Álom című vígjátékát adja elő a Kultúrházban. A darab az átláthatatlan bonyodalmak és váratlan fejlemények kavalkádja. A közönség a színpadon láthatja többek között Varga Anikót, Dégner Lillát, Olli Eriket és Nádasdy Pétert. Az előadás november 9-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik. A Kortárs Magyar Galéria novemberi kiállítását 10-én pénteken 18 órai kezdettel nyitják meg. A Vermes Villába látogatók ezúttal a Thálas Ágota által szervezett, hosszú évek óta megvalósuló Zamárdi Kőhegy művésztelep gyűjteményéből összeállított tárlatot tekinthetik meg. A kiállítást Varga Amár László kurátor nyitja meg. A DAC labdarúgó csapata november 11-én szombaton 15 órai kezdettel újabb bajnoki mérkőzésen lép pályára. Ezúttal a rózsahegyi MFK lesz az ellenfél a MOL arénában. A Dunaszerdahelyiek 12 forduló után a 6., a vendégek a 9. pozíciót foglalják el a tabellán. Az idei bajnokság 3. fordulójában rózsahegyi mérkőzésükön 1-1-es döntetlen született. A HC Dac női kézilabda csapata szintén november 11-én szombaton játssza következő bajnoki mérkőzését. A MOL Liga 10. fordulójának összecsapásán a DHK Zora Olomouc együttese lesz az ellenfél. A sárga kékek 8 forduló után listavezetők, a morvaországi csapat pedig 9. A meccs 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.